Igazából az már lassan standard terem, vagy TVZB jó lesz. Mi az egy B-szerűen? Aha. Hát miért nem? Én nem tudom. Szerencsére nem sokszor találkoztam el. Az összes nagy meccsen az van már, szinte. Ha megfigyeled. Ennek örülök. Csak úgy mondom. Szerinted meg lesz tartva a verseny, hogyha vagyunk összesen hatan? Ja, mert máma lesz. Máma lesz a... Mi lesz máma? Hát ez a... az. De... Ja, ez a TLMC map contest lesz, nem? Az Aquatech féle. Igen. Tehát 6 playeres az egész. Mármint, hogy összesen annyian vagyunk eddig. Ja, nem vágom. Egyáltalán meg lesz-e tartva. 6 embernek nem tartanám meg. Nem tudom. Ezt ne tőlem kérdezd. Jó. Nem én vagyok a, se a szponzor, se a rendező. Szponzor! Elküldted már az izé, pólópénzt? Még nem. Kíváncsi vagyok, mikor küldi ki. Hogyha izé, konkrétan egy hete beszéljük, hogy majd beszéljünk. Hát marha jó. Azt nem értem, hogy hogyha ennyire nehéz ezt összehozni, hogy beszéljünk, akkor miért nem ír, miért nem írja le, hogy mit akar? Szájóval. A penya, vagy benyus, tudod? Ja, nem tudom. Mert ugye izével kapcsolatban, a tornamenttel kapcsolatban, amit ő akar szervezni, szíkerzeket szervezni, az izé halasztásra kerül. Mert hogy a spanya a grafikával nincs ideje megcsinálni a grafikát, mert hogy úgyis van ez az Aquatech héten. Most jó. Hát, én nem tudom, nem értek hozzá. Csak van azért a napokat, hogy milyenek sem. Jó, mondjuk az egy ideje. Biztos már egész héten arra vagy akkor a bajára. Azért mondjuk nem lenne rossz a mapulváltás most már. Hát amúgy én el vagyok ezekkel a mapokkal. Na, ja, csak már unalmas. Lehet. Ilyen kettő, te úristen mennyit elrám van vagy. Befélt a fejnyen. Miket megnézhetnénk a mapokat, legalább így átutatnánk. Jó. Egy ZVZ. Rámentem kettő base roachra, link speed nélkül, meg mit tudom én, sijátok kettő evo, egy roach van lenne a falba, és akkor három queen még. Csak én greedy voltam, és nem vertem harmadik queen, és erre ez meg link vádolt. És írtam neki, hogy az meg ez kurvára logikátlan, hogy elkezdek halazni, általában nem, tehát hogy az, hogyha online-sak halaz,
az ember nem lehet áttörni, és nem olyan nehéz, hogy megcsinálni, tehát. Csak én greedy voltam, és mondom, nem vettem a harmadikat. Aha. És bevele, és akkor mondom neki tényleg, hogy ez kurvára nulla IQ volt. Mert... mondja, hogy izé, én vagyok a fasz. Igen, a hülye. Kurvára nem én vagyok a hülye, csak az ember arra számít, hogy ha belekezd egy olyan BU-ba, ami halaz, amit halaznak, akkor nem kap lint vállalat. Konkrétan annyira jó az a link cloud ez ellen, mint hogyha te ellened link cloudozna a halad ellen, tehát így. Hát de látod. De most csak az elnyert, mert mi látod. Hát azért. Bevallom, hogy valaki jól, de hát is cím. Most kifosta, hogy rakat ringet, igen. Mutatjuk, hogy jó lesz összejön ez a tornamentek tartanak, mert ahogy néztem full hasonló játékosok vannak csak. Néztem, van még Cheese, Duty, Aztex, Ali. We have met the enemy in
Ez nuk. Baszki, a seregemet lenyúkoztam. Azt mondtam, hogy ez nuk.
LOL. Annyira nem vették olyan, hogyha azt nyugasztam. Na, van kedved megnézni a pályákat? Milyenek? Megnézhetjük őket gyorsan. Hol van ez a izé? Aj, Aztex kérdő, hogy randomban nem el lehet indulni. Hát azért megnézném, hogy izé... Tutyi ellen mennyire randomozna. De amúgy szerintem mi is elvernénk kucsáját. Nem tudom. De akkor rak már be izé a match history nélkül, akkor... Meggondolom nem játszani akarsz, csak megnézni őket, nem? Ja, hát izé, én arra gondoltam, hogy... Hogy? Ja. Nézzünk egy TVT-t. Igen, TVT botokkal. Biztos izgalmas lehet. Hát... Fúj, meg akkor is semmi történik. Azért itt, hogyha megnézed a mapnak a felső részét, ott az a harmadik, az elég nyitott dolog. Sőt, igazából, hogyha itt a másik felét nézed, a main base alatt itt, ha kiszedi a rockot, az is egy elég nyitott. Hát, ja. Mondjuk elég sok idő követ kiszedni. Szerintem semmi ízé nincsen. Nem. Nem elég standard map egyébként. Ja. Hasonlít egy mapra, ami most nem fog eszembe jutni. Mármint. Frost Giant. Elég standard. Ja. Jézusom, ez nem lesz standard. Ezt már itt nem látom. Valószínű. Én jól látom, kettő vattalver is van itt közép. Az lenne.
Kompúter versus kompúter. Azt a faszom, Geci, mi az a map? Jól láttam, kettő vastagon van. Ez komoly. De amúgy nem rossz. Tetszik. Hát a rush distance az 3000 ér. Hát mondjuk igazából annyira nem ám. Mert kb. A mapnak a közepén át tudsz jönni. Jó, igen, mondjuk full egyenesen át tudsz jönni. Érted. Geci, bazeg, itt a negyedik, itt fönt, mondjuk. Az Geci milyen nyitott, ez. Innen, meg még innen is be tudsz atakolni. Ja. Ez elég érdekes maga. Uh-huh. Hát ez meg egyenesen, ez katasztrófa. Igen. Ez full low ground az egész, és kb. Egy nyitott tér van előtte. Ja. Sterrának annyira talán nem jó, nem? Ez nem. Nem, ez az a baj, hogy itt igazából... Ugye itt a naturálra is föl tudsz jönni innen, meg be tudsz jönni innen. Ja? Már nem vagy bent, jó. De észlem amúgy. Geci, kíváncsi leszek. Erre én szavaztam, tudom. De azért, mert jól néz ki. Ja. Hát még ez viszonylag elég standard egyébként. Jó, mondjuk itt azért középen meg a széleibe, tehát ott, meg ott, ugye ezek az accelerator-zónik. És ráadásul ezek a speed zónak, tehát nem is ezért lassító zónák. Hát ja. Ja, ez is elég érdekes. Jézusom, megint egy ilyen hülyeség. Ki szavazott erre? Az is jó kérdés, hogy most igazából hányan szavaztak meg mikre. Jézusom, mekkora mély. Ez nekem nagy. Ja, ez Terránnak jó, meg Protossnak igazából.
elég szűkösen lehet falazni protosszal. De a már nagy a éze. Tehát itt a Lovegrand fal protossz ellen elég szar lehet. Getsz, hát ja, meg tudod, meg így elhelyezed a pylont, és utána még a Nexus-t, és így kb. Nem tudom. Tehát, hogy úgy lehet jó, hogy így kifele tudorodik a fal, vagy hogy mondjam. Hát nem tudom, szerintem ez egy ilyen, ezért lehet, egy ilyen 8 rácsos fal körülbelül. Tehát azt nézem, hogy körülbelül 1 cc, mert ugye az 5x5-ös, meg ugye a 3 depó. Kb. Hát, fasz tudja. Mondjuk ez az exp, ez, hogyha ezt meg lehet tartani valahogy early game-be mondjuk. Ugye itt a zoom miatt, ez egész jó lehet amúgy. De, ja. Ugye ezért a mining time-ra, ez kb. Szerintem kétszer annyi lehet, mint a gold base körülbelül. Vagy legalább egy gold base-zel fölér. Nem? Hát, nem tudom. Ugyebár maga az, hogy meddig kapirgálja a minerált, az nem változik, tehát kétszer biztos van gyorsabb, de... Hát jó, de csak... De biztos, hogy gyors. Tehát azért ugye itt a zóna az rásegít ám azért a behordásra. Ugye azért ott speedet azt növel rendesen. Meg van gold base. 2, 3. Itt van gold base. Aha. Hát ja, mondjuk 16 dolgozó helyett kb. 12 kell. Ja. Becsatlakozott egy nagy ágyú is versenyhez. Ki? Winter. Na igen. Aha. Jó lenne 8-an meg lenni ezért. Na az már úgy valami lenne amúgy. Hány map van még? Nézem. Három. Gyorsan átkutjuk. De amúgy az emberekkel mi van ilyenkor, hogy így ezeket a mapokat szeretik kérlek? Ez a nem egy hangú. Hát de ez pont egy hangú, mindegyik izé ilyen. Nem, mert az egyik zöld, a másik rózsaszín, a harmadik ja, lila. Jó, oké. Okay. A negyedik igen. Szürke. Céglaszínű. Lila káposzta. Az. Koposzta leves. Az. Azt na a ne. Geci faszom. Jaj, döndorító. Ez most nem tudom. Ez itt mi a fasz? Hát nem tudom. Hát tehát, most... hogy így... Blocket CC Hatchery Nexus, két mineral field-e, és akkor van két mineral field, ami blokkolja a helyzet, a rampát. Tehát az így... Meg ott a Watchtower. Hát ez nem tudom. Hát, bazd meg... De mondjuk valami... Akkor ami, hogy elfér benne, bazd meg három. Is. Körülbelül. Hát de nem is az, de tényleg, hát ez a rush distance, te elküldök két drónt, aztán nyertem. Konkrétan. Hát nyomok egy 12 volt, azt csókolom. Hát igazából ennek úgy lenne értelme, hogy egyszer kiszedni gyorsan ezt, és utána ezeket. Mert úgy érni át igazából a leggyorsabban, ha igen. Azt vesszük. Igen, vagy legalább, hát legalább vagy ezt kiszedni.
Tehát a kettő közül valamelyiket, és akkor ugye gyor, tehát vagy a mélyről észre gyorsabban, vagy ő hozzáérsz, hogy gyorsabban. Mind a kettő, és akkor izé. Hát ha mind a kettőt kiszedem, akkor pippak alatt ott vagyok lingekkel. Ja, persze. És azért mondom, hogy igazából ez ellen falazni, tehát most akkor igazából vagy ide falazoltál ránként, vagy ide. Igen. Mert early game-ben te nem fogsz ennyit lefalazni egyszerre. Ja, ez annyira nem valid, hogy nem igaz. Tehát, hogy most hozok egy ilyen Bane Bastot, aztán fog meg. Hát igen. De hogy. Ezt nem tudom. Mondj valahol, nem. Mindegy, én bétózni nem fogom ezt a napot, az biztos. Ezt gondoltam. Csak az abuse game. Akkor elméletileg ez meg még egy, ugye? Aha. Ez is elég érdekes egy map. Bár ez elég nagynak néz ki. Meglátjuk. Ahogy látom. Ez fúj, ez ilyen, pont ez a elkerülöm a másik seregét az én seregemmel, kb. Igen, igen. Szerintem annyira. Ja, itt igazából a Reaper fal is érdekes lehet mondjuk Protosszal, mert ugye itt is fel tudsz jönni, meg itt is fel tudsz jönni ugye Reaperrel. Aha. Ugye mind a két részénél elméletileg, tehát csak egy izé van. Hát, de viszont az meg a NATO az kibaszott gáz. Hát ott igazából a három oldalról már a naturára be tudsz jönni kb. Mert szemből, meg jobbról, balról. Hát, ja, meg... Ja. Viszont ilyen nagyon nyitott terek nincsenek. Hát nincs, de viszont igazából az egész map átjárható, mert egy darab szikla nincs a mapon. Amúgy. Sehol se. Ja. Ez is érdekes map lesz. És mi van még? Lost Facility. Ja. Ó, van még egy nevezőnk. Ha jól látom. Ja, már 8-an vagyunk. Na, az jó. Ja, ez a Kerrigan legutóbb is nevezett, aztán nem jött el. Na, nézzük ezt a szép zöld mapot. Ja, hát ez ilyen elég standardnak tűnik egyébként. Mondjuk az biztos, hogy a harmadikat tök mindegy, ha varakod, az kurva messze lesz. Meg hát ez what the fuck exp? Nem tudom. Érted. Hát az igazából, ja. Az még Terránnal még védhető valamennyire. Hát de pont az az, hogy Zergel meg kurvára nem. Az hát meg az, hogy igazából megnézed, itt át tudsz menni középen. Tehát itt van egy rés ugye a két rock között. Na mondjuk viszont, ha elnézem, ez viszont elég Terránmat, mert kurva jó izék vannak, tankspotok. Igen. Ahogy látom. Meg az, hogy igazából itt a mainnek a sarka az elég szépen kilóg.
Tehát ide azért egy elég szép doom dropot tudsz csinálni. Ez is 1, 2, 3, 4, 5. Hát ez is nagyjából 5-6 expes map körülbelül. Hogyha ezt a középset nem veszük számításba. Igen. Na mindegy. Na ez se rossz map egyébként, szerintem. Mit csinálsz? Küzdjünk meg. Random vs. random. Izgi-mizgi. Egy jó PvP-t elérkeznem. Ugye? Szerintem. Annyira éreztem, hogy patosz vagy, ahogy...
Ja. Olyan még témén, hát hogy mi legyen. Lassan reggelizem, kéne rossz is. Minek azt? Hát még igaz tagad, hogy... Hát, meg amúgy is csak kiszarod. Igen. Hát nem. Azért minek enni? Azért minek? De ez amúgy nem volt ám fair egyébként. Micsoda? Ez az EVP. Mert? Hát, mert én protosszal GM vagyok, és nem vagyok hozzászokva ilyen izéhoz, ilyen platina stratégiához. Ja, jó. Persze. Itt van Tutyi is, nem 3v3 az? De. Na. Hát annyira egyre gondolt, annyira szinkronban vagyunk. Hogy az már nem igaz. Na. Nem fogadta el. Mi? Ja, még ebédel, akkor addig toljunk egy team game-et még, aztán majd jön. Kajá? Ha lehet, én is kajálok egyet addig. Jó van akkor. Jó, nekem egy nem sok idő amúgy, addig valamit toljál akkor. Jó. Akkor várjál, Tutyi. Mibe szeretnéd a Must Ghost-ot? 1v1-be vagy Team Game-be? Na jó. Ja, hát nekem édes mindegy amúgy. Mondjuk, ha találna meccset, az jó is lenne. Nézem a streamedet. Jó. Köszönöm. És még bele is magyarázok, kész. Ez az ember. Ulu-mulu. Az igen, az már valami.
Tehát gulum gulum. Gulum gulum. Ja. Mennyi más? Ja, hogy már megy kaukolni. Na, másik is proto. Hú! エネルギーが不足합니다.
That's my player thought that what yeah. Még elfogadhatod már, mire talál egyet, addig lejár az év. Jó, igen. Pedig fun egyébként. Nagyon fun. Amikor kikapsz két izét, Platina playert, azok odavernek ám rendesen. Ki nem akar DC-re jönni? Hát, tudom. Easy peasy.
De itt van tutyi is amúgy DC-n, csak nem hallom. Ó, gyerekek, itt a zerge. Na várj, én tutyinak a hangja, húzok DC-en, mert nem hallok belőle semmit. Ja, nem is beszélek egyébként. De amikor beszélsz, akkor se hallak. Ja? Mi? Mit? Mit ne? Gyerekek, most megmutatom, hogy kell zergel játszani. Jaj, te vagy zergel? Mindenki zergel van. Ú, bazd meg. Én rámegyek 8-be ez munkára. Ó, keci, jönnek a lingek. Fine, dupla, mit? Jön egy Reaper ide. Az nem baj. Baj, hallod a csávónak még púlya sincs, most lett kész. Baj a Reaper. Ne! Azért ezt átérzitek ezt a drón mikrót. Na. Gyerekek! Csinálsz, tudja, egy per egyes maszling, vagy mi lesz ez? Van olyan sok. Thank you.
Geci muta. Muta. Azt a geci. Nem, á, hagyjál már békébe. Awesome.
meghillelik a mutákat a izé. Medirek, hogy megtöve. Dány mozi. Haha! Gyerekek, mondtam, hogy itt közel kell játszani. Hát azért a most transfúz az odavert, na. Híreltem Tutinak a mutáit folyamatosan. Hát, Cerkofnak a mutáit. Miért, te nem mutáztál? Nem én, a szóval mosztoztam. Tökre nem volt semmi használni az árban. Szóval mosztok, amit játszottam.
húzásból jönni. Na, mindenki randomozik? Persze. Úgy nem elég jó ezt a csak. Hát ezek már most fének. Majd vagyok. Ja, örülünk, hogy csatlakozol ugye a játék felén egyébként. Hát de kikessel, nem mondom. Vagy hát nem mondom, hanem na, hát izé. Ja. Ja, ki is dobott a game? Eset. Macska rátenyerelt a restart gombra. LOL. Akkor várjuk meg őket ketten tutyival. Hát igen, szívesen unatkozom addig. Téged bedobnám. Még nem. Akkor. Szerintem nem is sok bedobnám. Még izé van, töltőképernyő van. Fasza. Na? Lehet a Space Command-nak is rátenyelhet a macskája a restart gombra. Valamit tudok kell rakni, hogy nem tudja benyomni. Ez már nem többször ilyesebb volt. És töltött be? De. Ja. És ketten fogtok játszani? Három vagy három. Igen. Mert te ilyen szar vagy, hogy kiléptél.
érzékelem, hogy nagyon dobná az inkamot. Hát nekem dobja pedig. Lehet, hogy csak egy playernek dobja. Thank you.
Mi a fasz van ott? Na szemét dögje. Hoppá! Cerkof elment kópozni. Na, jó, én is elmegyek megkajálni, aztán majd akkor utána visszatérek.